Mire vette a hadvezér, hogy őt éppen tanítják. De ez nem kis dolog. Észrevette, tudod? Berec András mesél gyerekeknek és felnőtteknek Mária Pócson. A Zarándok város egy olyan rendezvénysorozat első helyszíne volt, amely másnap délelőtt Biriben, délután pedig Gávavencsellőn folytatódott. A szervezők célja az volt, hogy a magyar mesekultúra örökségével szórakoztató Berec András előadásain találkozzanak egymással a kárpátaljai menekültek és a helyiek. Emellett az esemény alkalmat nyújtson a civil lakosság számára az adományozás lehetőségére is. Ez egy közös gondolat kapcsán pattant ki a fejünkből művész úrral, mint alapító társammal, hogy így mondjam, hogy a menekültekért valamit tegyünk. Nagyon sok ötletünk volt az évre, amiket persze a háború, illetve a gazdasági válság egy kicsit, vagy hogy úgy mondjam, felülírt, ezért az évi tavaszi nyitó gondolataink e köré csoportosulnak, hogy kicsit a menekültekkel foglalkozunk, kicsit jó hangulatot teremtsünk nekik, kicsit melengesse a lelküket művész úr az előadásával. Míg Gávavencsellőn jelenleg mindössze 10 menekült van elszállásolva, Mária Pócson kezdettől fogva nagyobb létszámról gondoskodnak a helyiek. Gyakorlatilag a háború kitörése óta a Mária Pócsra érkezett, úgy tudom, egy olyan 40 fő volt az első hullámban. Most is 30 felett van a tartósan elhelyezése került Kárpátalja, illetve Ukrajnából menekültek. Vegyes a kép, tehát gyerekektől kezdve középkorú, sőt még egy 65 éves bácsi is van Mária Pócson. Jelenleg egy helyen vannak elszállásolva. Berec András a háború kitörése óta keresi az alkalmat, hogy a pénzadományon túl a művészetét is megoszthassa a menekültekkel. A Kossuth-díjas előadó úgy véli, a mostani helyzetben a mesék vigasztaló erejét kell megmutatnia a közönségnek. Én, ahogy az embereket és az emberek bánatát, nehéz helyzetét ismerni vélem 64 évesen. Azt vettem észre, hogy a nehéz helyzet fölemlegetése nem vigasztalni szokott, hanem újra bánatba sodor. A vigasztalás egyik fajtája, amit én ismerek, hogy onnan egy másik erőt adó, vigasztadó világba észrevétlenül átlopni. Tehát aki háborúból jön, épp eleget viaskodik álmában, félálmában, a telefon mellett. Talán kár a háborút emlegetni. De lehet, hogy nincs igazon. Minden esetre most olyan gondoltam, a eszményem az, hogy a helyes orrtartásért érdemes énekelni és mesét mondani. Tehát akinek az orra lóg, annak érdemes egy kicsit megemelni. Aki igen fennhordja az orrát, annak meg egy komolyabbat rákoppintani. Cservenák László, a Magyar Népmeséért Alapítvány kuratóriumának elnöke, felhívta a közönség figyelmét, hogy az adományozásra a rendezvények után is van lehetőség. Minden település rendelkezik egy saját bankszámlaszámmal, ahová várják a felajánlásokat.